Köszöntök mindenkit, Wolfsburg a helyszínünk, ezúttal a Wolfsburg Chelsea Európa Liga negyeddöntőt mutatjuk meg, a visszavágót. Ugye már múlt héten a Sevilla Portót közvetítettük a negyeddöntők közül, most pedig a Wolfsburg Chelsea-t választottuk. A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Wolfsburg együttesét, ez pedig így azt jelenti, hogy hát magabiztos előnyről várhatja a visszavágó, de hát hazai pályán azért a Wolfsburg már tréfált meg egy-két csapatot ebben az elszezonban nálunk, például az EBL-ben a Barcelonát is legyőzte, amely most ott lesz ugye nálunk az EBL elődöntőjében. Úgyhogy izgalmas meccsre lesz kilátás, jön az Európa Liga himnusza. Úgyhogy Wolfsburg Chelsea, tehát az Európa Liga negyed döntőjéből nézzük a kezdőket. Ima a Wolfsburg kezdője, Korn Castells a kapuban, ez nem meglepetés, Brooks, Roussillon, Lacroix és Mbabu a védelemben, Arnold Schlager a középpályán, Steffen, Gerhard, Baku pedig majd megpróbálja kiszolgálni elő Weghorstot. Ez tehát a Wolfsburg kezdője. Izgalmas meccsre van tehát, mint mondom, kilátás, 0-2 összesítésben viszont az angoloknak. A Chelsea azért favoritja ennek a párharcnak, meg talán az egész sorozatnak is. De meglátjuk, hogy tud-e esetleg a Wolfsburg meglepetést okozni. Jönnek a londoniak és a csapat fotóra, és mindjárt megnézhetjük majd az ő összeállításukat is. Ugye a Sportingot és a Napolit kellett eddig kiejteni a Chelsea-nek, most jön a következő ellenfél, amely a Wolfsburg. Íme itt van a Chelsea kezdője, Édouard Mendyvel a kapuban, Rüdiger, Silva, Azpilicueta és Alonso a védelemben, bekerült Kanté és az együttesbe, James Mount, Ziyech, Havertz és Lukaku is ott van. Így állnak föl tehát az angolok a mai mérkőzésre. A meccs pedig kezdődik a szokásos, nem zöld összeállításában látható Wolfsburg kezdte a találkozót. Gerhard, Weghorst 0-2 összesítésben, úgyhogy a Wolfsburg nyilván megpróbálja ezt a két gólos hátrányát ledolgozni valahogyan. Látjuk, összejön a Kanté. Lukaku. Lukaku indul el, és ez már gólhelyzet így a Chelsea előtt. Lukaku még jó a csele, és aztán rögtön 11-es kap a Chelsea, mert hogy Castells fellökte ott el, hát buktatta Lukakut, fogalmazzunk így. Hát nem indul jól a Wolfsburg számára ez a visszavágó. Castells rögtön összehoz egy büntetőt. Lukaku pedig megszerezheti a vezetést a Chelsea-nek az 5. percben már. Lukaku! És be is lövi, úgyhogy 5 perc elteltével már 3-0 összesítésben a Chelsea javára. Romelu Lukaku pedig gólt szerez, 0-1. Hát egyelőre rémálomszerűen indul a Wolfsburg számára ez a visszavágó. Egy gyors Lukaku gól az 5. percben. És egyre inkább eldőlni látszik ez a párharc. Arnold. Nagy labda, Steffen Les. Thiago Silva. Egyébként a két korai meccset már lejátszották itt az Európa Ligában, és hát az Atletico Madrid kiejtette a Victoria Plzent, illetve a West Ham is továbbított, úgyhogy a West Ham és az Atletico Madrid már biztosan ott lesznek majd a következő körben. Kérdés, hogy a Sevilla és a Chelsea megtartja-e az előnyét. James, amit a Porto, illetve itt a Wolfsburg ellen szedett össze. Ziyech, Roussillon, Steffen, Roussillon, James, ez jó, Lukaku, Lukaku tartja meg Mount sarokkal, ez gyönyörű játék, Havertz gól helyzetben, Havertz visszateszi, jön Mount, 2-0. Ez nagyon szép támadás volt a Chelsea-től, viszont a Wolfsburg védőket itt nem lehet megdicsérni, és azt hiszem, hogy 0-4 így összesítésben hamar eldőlt ez a párharc. Hát azért egy izgalmasabb meccsre számítottunk, azért valljuk be őszintén, viszont azért ezért a támadásért, meg ezért a gólért már megérte ezt a meccset választani, mert ezt nagyon szépen lejátszott a Mount és Havertz. 18 perc elteltével már megvan az az eredmény, amit 90 perc után összeszedett a Chelsea Stamford Bridge-en. 4-0 összesítésben a vendégeknek. James, Lukaku, és lehet a harmadikra is a Chelsea. Lukaku passza volt rossz. Castells,
James. Ez jó, Lukaku. Átveszi Lukaku Castells. Brooksért időben hátra Baku. Elfejelik előle Havertz. Lukaku. Ott leszerelik Baku. Lacroix. Schlager. Gerhardt. Vissza Schlagerhez. Weghorst. Weghorst, ez lepatta Rüdigerről. Rüdiger. Jó cselek, Rüdiger még. És Rüdiger hozza előre. Rüdiger. Rüdiger. Lesz ebből így egy bedobás majd. James. Arnold. Alonso. Mount. Roussillon. Stefan. Brooks. Rüdiger. Mendy. Jó, Mendy. Hát most eltrükközgethet, megengedheti magának. Kanté. Ziyech. Azpilicueta. Azpilicueta vezeti kapura, és ez gólhelyzet már. Azpilicueta vissza tudja tenni. James jön meg, és egy óriási mentés. Arnold. Roussillon. Gerhardt. És Gerhardt gólhelyzetben. Gerhardt be is adja, jön Mendy. És Rüdigert mutatja a kamera. Kap egy sergát Rüdiger, akkor viszont 11-es jön. Ezt nem nézzük most vissza, hogy miért. Viszont büntető a Wolfsburgnak. Weghorst a labda mögött. És Weghorst belövi. Úgyhogy a Wolfsburg a semmiből visszajön a mérkőzésbe, és akár csak Lukaku, úgy Weghorst is értékesíti a maga büntetőjét. 1-2. Összesítésben viszont még így is 1-4. Ezt a meccset nézve a Wolfsburg visszajön a meccsbe. És van is miért örülni a hazaiaknak. Kanté. Lukaku előtte, Kanté, Lukaku kapja meg. És Lukaku tör ki, gól helyzetbe, Lukaku. Még mindig nála. Lukaku, és mellé lövi. Nem tudta ezt most verugni Lukaku. Marad az 1-2. Brooks, Lukaku. Becsúszta, megszerezte idegenesen a labdát. Egy perc az egyébként a hosszabbítás. James Kantéhoz. Kanté, és aztán Brooks. És itt a vége az első félidőnek. Wolfsburg, Chelsea, 1-2. Jön tehát a Wolfsburg, Chelsea. Európa Liga mérkőzés, Európa Liga negyed döntőjének a második félideje a visszavágóról. 2-1-re vezet a Chelsea, összesítésben pedig 4-1-re, úgyhogy eléggé eldőlni látszik a párharc, és lehet, hogy a németek így nem tudnak bravúrt véghez vinni, Weghorst közben, de azért ezt a helyzetet még nézzük meg, mert hogy Weghorst kiegyenlít! Rögtön a második félidő elején, 2-2. Hát ez nem tartott sokáig, hamar jön a válasz a Wolfsburgtól. Összesítésben pedig így 4-2. 2 kéne még a Wolfsburgnak a hosszabb a 11-es párbajhoz. Itt van. Nem tudják elvenni egyszerűen a londoni védők tőle. Ez szép cselekkel megtartja a labdát, majd lövi be. 2-2. Egyenlít tehát a Wolfsburg. Lukaku. Kanté. Megszerzi tőle Schlager a labdát. Schlager. A Schlager kapura tör, ez gólhelyzet, Schlager elő, Schlager lövése mellé. Hát meg is fordíthatta volna a Wolfsburg ezt a meccset. Mendy. Azpilicueta. Azpilicueta. James. Kanté. Ez jó Jamesnek. Ez ilyes kéri ott középen. James még. Lukaku. Lukaku, Ziyech. Ziyech viszi és lövi mellé. És helyzet volt a Chelsea előtt. Nyilván nagy meglepetés lenne, hogy itt a negyed döntőben kiesnének a vendégek. Jött egyébként Saul Havertz helyett. Az egyik nagy esélyesei az Európa Ligának. Jött itt most az elődöntő. Lukaku. Lukaku viszi és esik el, aztán lesz ebből így egy szöglet majd. Amit
Ezért lőhet. Lukaku közben megsérült. A szöglet azonban jól jön be, és aztán végül Castells kezében a labda. Castells. Weghorst. Arnold. Arnold indul el. Még mindig Arnoldnál, jó cselekkel tartja meg Arnold. Steffen, az még jónak tűnik, Steffen lövi el, aztán keresztbe mellé megy. Lophat majd a Chelsea. Alonso. Mount. Rüdiger. Saul. Lukaku. Kanté. Lukaku. Jól emel alá James. Azpilicueta. Arnold, Steffen. Ez jó Bakunak, Baku. Marcos Alonsoval szemben, Baku még, Baku. És a labda az nem volt jó, már jó. Mount. Saul. Ziyech. Brooks üldözi James-t. James. Visszateszi, és ott a lövés, Castells. Castells, hova? Visszakerült végül hozzá. Megpróbálkozott a Ziyech azzal, hogy átemeli Castells, nem jött össze. Lacroix. Schlager. Gerhardt. Lukaku. James. Ziyech. Ziyech még. Ziyech át a másik oldalra. Jó fejes! Saul, és aztán másodszor beollózza. 3-2 a Chelsea-nek. Hát ez inkább egy ilyen akrobatikus, félollózós mozdulat volt, de ettől függetlenül szép a gól. És lehet, hogy győztes is. Saul góljával vezet a Chelsea a 81. percben. Sporting ellen duplázott még a legjobb 32 között Saul itt az Európa Ligában, most pedig csereként bálva szerzi meg ismét a vezetést a Chelsea-nek. Itt még kapufát fejjel, a kipattanót viszont már be tudja lőni egy szép mozdulattal. 2-3, és összesítésben pedig 2-5. A Chelsea ott lesz az elődöntőben, ez most már így biztos. Nincsen több kérdés. A Wolfsburg pedig kiesik az Európa Liga negyed döntőjében. Mondjuk, ezért a Chelsea ellen azt hiszem, hogy vállalható. Weghorst. És a végén Werner is pályára lép, kap egy jó 10 percet. A lövés meg Gerhardtól bőven mellé megy. Mendy. Jön majd Pulisic a pályára, egy James-t váltja. Thiago Silva. Kanté. És ez így Bruxé. Castells. Schlager. Gerhardt. Azpilicueta, az ilyes. Pulisic. Werner. Pulisic. Mount. 2 perc a hosszabbítás. Ziyech. Werner. Ez jó lehet, Pulisic. Pulisic adja be, és aztán Castells még kiüti szögletre. Ziyech végzi majd el. Mount. Mount, és Castells. Baku. Na Baku, mihez kezd vele? Lefújják a meccset. 3-2-re győzte át a Chelsea Wolfsburgban, és 5-2-vel kiejti a német együttest.